Év végére elkészülhetnek az M44-es beruházáshoz kapcsolódó a települést közvetlenül érintő útfejlesztések Szentkirályon. A gyorsforgalmi út csomópontja felől várható forgalom elvezetése érdekében. Folyamatosan épül a települést elkerülő út. Hamarosan elnyeri végleges formáját a Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskola és Óvoda Bocskai utcai tagintézménye. A kültéri munkálatok július közepére befejeződnek, az épület műszaki átadása pedig a héten megtörténik. Holnap kezdetét veszi a második Street Food and Street Art és borsétány. Különleges és változatos ételek, italok és koncertek várják többek között a főtér és az Agora környékére kilátogatókat június 28-ától július 1-ig. Megemlékezést tartottak a kecskeméti zsidóság áldozatainak emléknapján. A város egyik régi ortodox zsinagógájának helyszínén a Magyar Fotográfiai Múzeum épületében emlékeztek meg a holokauszt idején elhurcoltakra. Közös játékok, kalandok, túlélési praktikák és kincskeresés várják a dialógjátékos nyári tábor résztvevőit. A 6-tól 14 éves gyermekek idén először jelentkezhettek erre a játékközpontú nyári programra Kecskemét környékén.